Engedjék meg, hogy az Ökopolisz Alapítvány kuratóriuma nevében nagy tisztelettel köszöntsem Önöket, és külön köszöntöm mai vitaestünk előadóit, dr. Surányi Györgyöt, dr. Róna Pétert és dr. Pogácsa Zoltánt. Szeretném azt az elején elmondani, hogy a mai vitaest moderátora Brückner Gergő lesz. Néhány szót engedjenek meg, hogy az alapítványról szóljak, amely a szervezője ennek a mai vitaestnek. Az Ökopolisz Alapítvány az LMP párt alapítványa, és egy évvel ezelőtt jegyezték be. Az alapítvány kiemelt céljai között van az ökopolitikai célok, értékek, tudás, szemléletmód terjesztése, és az ökopolitikai alternatívák megfogalmazásának az elősegítése. Ezeknek a jegyében az alapítvány többféle tevékenységbe kezdett, többféle tevékenységet végez, de ide tartozik különböző fórumok, konferenciák, tanácskozásoknak a szervezése. És ennek keretében indítja útjára az alapítvány az ökopolitikai vitaestek sorozatot, amelyen szeretnénk a mindennapjainkat meghatározó égető fontos kérdéseket körbejárni. Mint ahogy a meghívóból látták, azt gondolom vitathatatlanul a mai téma az egyik legégetőbb, legaktuálisabb kérdés, és én ezennel a mai vitaestet megnyitom, és átadom a moderátornak a szót, hogy kezdje meg akkor az előadóinknak a bemutatását, és kezdjük el a beszélgetést. Köszönöm szépen, Brückner Gergely vagyok, mint ahogy az elhangzott, én a Figyelő című hetilapnál dolgozom, és akkor mindenek előtt egy pár szót szeretnék mondani a mai beszélgetés résztvevőiről. Balról jobbra haladva dr. Róna Péter, közgazdász, üzletember, az Oxfordi Egyetem vendégoktatója, és hát aki azért követi a médiát, ugye a fontos gazdasági kérdésekben gyakran véleményt formáló közéleti személyiség. Dr. Surányi György, a jegybank volt elnöke, jelenleg a CIB bank elnöke, közgazdász, a CIB bankot birtokló banka intézda csoportnak a egyik regionális vezetője. Végül dr. Pogácsa Zoltán, ő szociológus, közgazdász, közíró, a CEU Egyetemnek, illetve a Nyugat-Magyarországi Egyetemnek az oktatója. Én nagyon rövid leszek, mindenek előtt szeretném megköszönni azt, hogy ilyen neves szakértők beszélgetését moderálhatom. Sajnos elkövettem azt az udvariatlanságot, hogy kicsit megbetegedtem délutánra, de már gondoltam, hogy nem mondhatom le ilyenkor a moderálást, meg talán egy pénzügyi válsággal foglalkozó beszélgetésnél az elhaló hang, meg a meggyötört arc az talán hitelesebbé is teszi a történetet. Ezt csak azért szeretném mondani, amit rögtön be is mutatok, hogyha esetleg elmenne a hangom, és köhögés rohamba fulladnék, akkor megkérném a kint ülőket, hogy ezt vegyék valami nagyon okos kérdésnek, és akkor válaszoljanak rá a témában, de remélem, hogy azért nem lesz ennyire aggasztó a helyzet. Ugye válsággal foglalkozik ez a beszélgetés, és valószínűleg rögtön az már egy két órás vita témája lehetne, hogy milyen válság, többféle válság van egyáltalán. Ha három éves távlatba nézzük, akkor a big picture az talán valami fajta ilyen adósságválság, társadalmak túlfogyasztása, hitelből fogyasztása. Ilyen szempontból ugye itt a meghívóknak jeleztem, hogy az ökopolitikai vonal az nem tudom mennyire lesz témája a beszélgetésünknek. Nyilván egyfajta ilyen fogyasztói társadalom kritika itt tetten érhető, de hát azért lehet, hogy túl sok zöldségről most nem lesz szó, vagy remélem, hogy nem fogunk túl sok zöldséget beszélni. Én mindenképpen szeretnék azért egy kicsit azt is gondolom, hogy a legaktuálisabb kérdések és a magyar vonatkozású kérdések, az igazán feszesek, azok a konfliktusosak, véletlenül mindenkit ezek érdekelnek a legjobban. Ebben egyébként sok mindenben talán nem, de ebben szerintem eléggé egyetért a három résztvevő, hogy amennyire én követtem az ő megnyilvánulásaikat, hát nem kifejezetten
lelkesek a legutóbbi kormányzati intézkedések, vagy a devizahitelezéssel kapcsolatos program, kormányzati intézkedések mellett. Úgyhogy hát majd valószínűleg én fogom eljátszani az ördög ügyvédje szerepét, és én fogom a kormányzati álláspontot képviselni. Bár lehet, hogy ez kicsit bátor dolog kormányzati álláspontot képviselni, és azt mondani, hogy ez az ördög ügyvédje, de mindegy, most már tényleg lassan rátérnék az első kérdésre. De gyakorlatilag én azt szeretném megkérdezni, hogy ugye van 3-4 éve egy akut válság, és amikor ez kirobbant mondjuk az Egyesült Államokba, akkor rengeteg mindent megfogalmaztunk a pénzügyi világgal, a bankrendszerrel kapcsolatban. Olyasmikre gondolok, hogy túlzott az adósság, egyéni, vállalati, banki, állami szinten ezt jó lenne lebontani, bonyolultak, túlstruktúráltak a pénzügyi termékek, baj van a hitelminősítőkkel, tehát úgy nézett ki, hogy van egy rendszer szintű probléma. Most 2011-ben megint válságokról beszélünk, és az első kérdésem az lenne, és talán, hogyha a megszólítottak sorrendjében jobbról-balra haladnánk, tehát Róna Péternél szeretném kezdeni a kérdést, változott-e a elmúlt 3 évben ebben a tekintetben valami, és ha igen, milyen irányba? Le tudtuk-e bontani azokat, amiket nem kedveltünk, és amik problémát okoztak, vagy éppen csak, hogy mélyült a probléma? Röviden válaszolva, alapjában véve nagyon kevés dolgot oldottunk meg az elmúlt 3 évben. Tehát nemzetközi szinten is a legfontosabb problémák továbbra is ott vannak. Én ezt a problémát ilyen 3 egymásba kapcsolódó kör képében tudom elképzelni. Az első kör az USA-ra vonatkozik, a második kör Európára, és a harmadik kört foglalkoznunk kell ugye a magyar helyzettel. Ami az USA-t illeti, annak idején a 29-33-as válság idejében az Amerikai Egyesült Államok egy egész sorozat törvényt hozott, amelynek az elméleti alapja az volt, hogy a pénzügyi szféra kockázatai 4 egymástól markánsan eltérő platformra fogalmazhatóak. Tehát a kockázatok jellege olyan, hogy egészen más pénzügyi technikákhoz, struktúrákhoz, szabályozáshoz, tőkeszerkezethez, forrásszerkezethez van szükség. Az így elkülönített 4 kockázat tényleg komoly, megbízható kezeléséhez. Az első ilyen terület volt a takarékbankok, takarékszövetkezetek, amelyek alapjában véve nagyon kis tőkehányaddal, nagyon kis veszteséggel, nagyon kis rizikóvállással finanszírozták a lakosság jelzálog jellegű, tehát lakás igényeit. A második kör a kereskedelmi bankok köre volt, a kereskedelmi bankok pedig finanszírozták a vállalatoknak a forrásait, a kereskedelmet, nemzetközi kereskedelmet, áruforgalmat, stb. A harmadik, és itt már jelentősebb tőke kérdések vetültek fel, jelentősebb kockázat elemzési technikákról volt szó, mint az első esetben. A harmadik pedig ugye a befektetési bankok voltak, amelyek saját tőkének a kockázatvállalásával a pénzpiacok működését segítették elő, a pénzpiaci tevékenységekkel voltak mindennapi állandó kapcsolatban. És a negyedik pedig a biztosító vállalatok, ami megint egy más terület volt, más szerkezetet igényelt. Na most egy számos, és most nem érdekes, sok időbe terülne, nagyon sok ok miatt a 80-as évek közepére ez a 4 kockázati platform elméletileg és gyakorlatilag kezdett összetolódni. És kialakult egy olyan pénzügyi rendszer, amely alapjában véve egy kockázati platform alapján véli lehetségesnek a pénzügyi folyamatokban rejlő kockázatok kezelését. Ami az elmúlt 3 évben kiderült az, hogy ez lehetetlen. Tehát az eredeti Glass-Steagall, Pecora bizottság, stb. Elképzelése a mai napig is helytálló, a komputerek nem segítenek, a magas matematika nem segít,
itt inherens kockázati különbségekről van szó, amit nem lehet összemosni, és nem lehet egy nevezőn kezelni más kockázati jelenségekkel. Ezt a problémát az elmúlt 3 évben nem sikerült megoldani. Az egyetlen erőrelépés az volt, hogy a bázeli szerződések szellemében és megfogalmazásában növelik a tőke ellátottsági követelményeket, és az amerikaiak hoztak bizonyos törvényeket, amelyek bizonyos kockázati tevékenységeknek a leválasztására kényszeríti az ottani pénzintézeteket, de minden valószínűség szerint ezek majd nem fognak elégségesnek bizonyulni. Alapjában véve én nem nagyon ismerek nagyon sok mindenkit, aki azt hiszi, hogy ez a törvény, amit ők hoztak a válság után, elégségesnek bizonyul. Tehát ez az egyik része a dolognak. A másik része Európa. Európa esetében ugye van egy óriási történelmi próbálkozás Európa egyesítése irányában. Az Egyesült Európa álma, ez egy nagyon nagy politikai, kulturális és társadalmi álom, amelynek a megvalósítása hát most nagyon nagy bajba került. Itt alapjában véve sok, és szintén nagyon sok forrás járult hozzá ennek a bajnak a kialakulásához, de ezek közül kiemelkedik az euró szerepe. Na most, az euró szerepét illeti, én úgy vélem, hogy annak a bevezetése egy nagyon nagy hiba volt, elhamarkodott döntés volt, Európa nem volt kész, és az a fejlettségi integráció, ami szükségeltetett volna egy közös valuta zökkenőmentesebb működéséhez, egyszerűen nem jött be. Nem csak, hogy nem jött be és akadályozza a zökkenőmentes működést, hanem kontraproduktív olyannyira, hogy Európát szétválasztotta egy centrum és egy periféria jellegű megkülönböztetés alapján. És ebből a szétválasztásból nincs kiút. Mindaddig, amíg az EU a jelenlegi szerkezetében érvényben marad. Ezt esetleg kibonthatjuk, ha ezt érdekli a közönség. Igen, én azt gondolom, hogy ezek nagyon markáns állítások, tehát én lehet, hogy azt is javasolnám, hogy a magyar szintet igen. Már ne is nézzük meg most. Én azért megnézném a magyar szintet, csak egy mondat erejéig. Ezt javasoltam, de ez nem volt egy, hogy is mondjam, sikeres javaslat. Nem. A magyar szintet illeti, itt általában a közbeszéd, a költségvetés, a kormány, gazdaságpolitika, stb. Ről szól, de alapjában véve a magyar gazdaság gondja az, hogy nincsen benne kakaó. Tehát ez a gazdaság úgy, ahogy van, sorvadóban van. Itt van egy duális gazdaság, vannak a multik, azok működnek, ahogy működnek, attól függ, hogy Európa hogy működik, és van egy honi gazdaság, ami egyszerűen haldoklik. Tehát nincsen benne alkotó, kreatív, vagyonképző erő. Köszönöm szépen. Surányi György, ugye az amerikai pénzügyi rendszer kockázat előírásai, kockázatkezelése, illetve az euró korai bevezetése volt itt a két fő válságok. Egyetért ezzel? Nagyon nehéz feketén-fehéren egyetérteni és nem egyetérteni. A szakemberek nagyon sok okcsoportot neveznek meg a válság kiinduló pontjaként. Ezek biztos közte vannak, amit Róna Péter említett. A kérdés inkább az, hogy ki melyik okcsoportra helyezi a nagyobb hangsúlyt. Egy dolgot szeretnék nagyon röviden arra a kérdésre, amit először kaptunk, hogy változott-e valami, javult-e valami. Azért egy területen feltétlenül látok jelentős javulást, ez pedig éppen az amerikai bankrendszernek a stabilitása. Az amerikai bankrendszer ma a válságot követően sokkal stabilabb, vagy mondhatjuk úgy, hogy kvázi egészséges állapotban van. Egy óriási rekapitalizáció történt, amitől ma az amerikai bankrendszer rendben van. Ez egyébként nagyon súlyosan megkülönbözteti az amerikai gazdaságot az európai gazdaságtól, és ha meg akarjuk érteni, hogy Európában miért jelent olyan nagy problémát a szuverén adósoknak az esetleges nem fizetése, pontosan azért, mert a bankoknál nem ment végbe az a feltőkésítés, ami az Egyesült Államokban, ezért sokkal sérülékenyebbek egy esetleges szuverén csőd esetén.
Most ami az okokat illeti, én azon közgazdászok közé tartozom, akik a válság okait alapvetően makroökonomiai okokra vezetik vissza, miközben természetesen igaz az, hogy a szabályozás csődöt mondott, hogy a bankok belső kockázatkezelése csődöt mondott, hogy alultőkésítettek voltak, hogy a felügyelet egy sor területen egyáltalán nem létezett, ez különösen az Egyesült Államokban igaz. Igaz az, hogy a hitelminősítők nagyon gyenge munkát végeztek. Tehát ez mind-mind igaz, mind hozzájárult. A fő ok az én olvasatomban azonban inkább makroökonomiai. Én is, ha szabad, egy percre visszatérek a 29-es válsághoz, vagy akár a közgazdasági elmélet történet elmúlt 200 évéhez. Mindig azt keresi a közgazdasági elmélet, hogy a modern piacgazdaságban hogy lehet biztosítani a hatékony keresletet, a hatékony kereslet hogy képes arra, hogy törésmentesen, ha lehet válságmentesen biztosítson gyors, fenntartható növekedés. Nos, a hatékony kereslet megteremtésében körülbelül a 80-as évek végétől egy nagyon érdekes folyamatot lehet látni, ami elsősorban egyébként a jövedelemelosztásnak a perverziójával írható le. Tulajdonképpen a tervgazdaságok összeomlását követően lehet, hogy véletlen az egybeesés, lehet, hogy nem tudom igazolni. De egy olyan jövedelemelosztási perverzió jön létre a fejlett piacgazdaságokban, ami a növekedés jövedelmét egyoldalúan, aránytalanul, brutálisan a legfelső 1-2% részére csoportosítja át. Ennek az a következménye, hogy például az Egyesült Államokban az elmúlt 20 évben a medián jövedelem, tehát a családok többségének a jövedelme nem vagy szemmel láthatólag alig emelkedett. Ennek az a következménye viszont, hogyha nem növekednek a családi jövedelmek, akkor nem tud a gazdaság növekedni, hiszen akkor nincs fogyasztói kereslet, ha nincs fogyasztói kereslet, akkor nincs beruházás, mert nincs mire fejleszteni, és akkor egy ördögi körbe kerülünk. Most ezt a dilemmát próbálta föloldani egy nagyon laza, és visszatekintve mondhatjuk, hogy teljesen elhibázott fiskális és monetáris politika. Az Egyesült Államokban ez nagyon világosan látszik, ugye a clintoni évek szuficitjét fölváltotta egy nagyon súlyos deficit az ifjabb Bush első kormányzása periódusában. Nagyon nagy elmozdulás következik be, és ha megnézzük a monetáris politikát, akkor ott is látni, hogy egy 20 év, 10-15 éves periódusban, egy 20 éves időszakból negatív reálkamatlábak működtek, a pénzmennyiség növekedés üteme rendszeresen, jelentősen, számottevően meghaladta a nominális GDP növekedési ütemét. Hogy ebből nem lett infláció, annak pedig részben a globalizáció pozitív következménye az oka, a világ, az Egyesült Államokon kívüli világ finanszírozta önként és kéjjel az egyre nagyobb amerikai deficitet, tehát az a túlköltés, az a túlkereset, ami a monetáris oldalon, a hitelexpanzión keresztül és a költségvetési expanzión keresztül végbe ment, azt a világ finanszírozta. Mutatis mutandis ugyanezt történt Európában, akik a legjobban szenvedtek a válságtól, a görögök, a spanyolok, a portugálok, részben az írek egy ugyanilyen hitel és fiskális expanzió valósult meg. Ez még akkor is igaz, hogyha a fiskális számokon közvetlenül ez nem mindig látszik Európában. Ami persze ráirányítja a figyelmet arra is, hogy az eurozónának a működési szabályai azok, hát ma könnyebben mondom, mint 6-8 évvel ezelőtt, mert akkor ezért majdnem megköveztek, úgy rosszak, ahogy vannak. Tehát én nem tartom kudarcnak az eurót, de arról meg vagyok győződve, hogy a játékszabályai azok sajnos súlyosan inkonzisztensek. Nem nagyon szigorúak, inkonzisztensek. Na most ebből azért az következik, hogyha egy ilyen nagyarányú monetáris expanzió valósul meg, ilyen nagyarányú fiskális expanzió valósul meg, akkor ugye azt a többletpénzt valahova ki kell helyezni. Innentől kezdve nem kérdés, hogy prudens módon helyezi-e ki a bankrendszer, vagy nem. Nem fogja tudni prudens módon kihelyezni, mert amikor 10, 20, 30, 50 millió ember jelenik meg, mint új ügyfél az Egyesült Államokban és Európában, akiket korábban a bankok ajtaján, a fiók ajtaján be se engedtek, nyilvánvaló, hogy nem fogja tudni prudensen kihelyezni. Addig, amíg a dolog úgy megy, hogy ez a nagy hitelexpanzió
egy úgynevezett asset price buborékot hoz létre, tehát az ingatlanok részvények árainak az aránytalan növekedését hozza létre. Ez azzal jár, hogy az egyes családok úgy érzik, hogy ők egyre gazdagabbak, egyre nagyobb vagyonon ülnek, az egyre nagyobb vagyon birtokában egyre több hitelt vehetnek föl, csak az a probléma, és ebből a hitelből teremti meg a hatékony keresletet, az eladósodásból a hatékony kereslet jelenik meg az egészségügyi szolgáltatások igénybevételénél, a lakás igénybevételnél, az iskoláztatás költségeinek a kifizetésében, utazásban is ki mit akar. Most ennek következtében ez a dolog addig megy, amíg végül is egy bizonyos ponton nem indul be, vagy nem kezd el megindulni egy inflációs veszély. Amikor ez megindul, akkor a Federal Reserve, majd az Európai Központi Bank is elkezdi emelni a kamatokat. Amikor a kamatokat elkezdi emelni, a boldog adósok rájönnek, hogy nem tudják fizetni a hiteleiket. Nekik a kamat ugyanaz, mint nekünk az árfolyam, és ennek következtében összeomlik a piac, az ingatlan piac, az a vagyonhatás, aminek alapján eladósodtak a családok, az kiderül, hogy egy léggömb volt, megszűnik, és kiderül, hogy az egész bankrendszer padlón van, mert azok a kihelyezések, azok a hitelek, amelyekről addig azt hitte, hogy működik, és jó, és rendben van, azok nem azok, óriási veszteségek jönnek, a bankok tőkéje felemésztődik, és innentől kezdve a bankok szolvenciája válik kérdésessé, csődök jönnek, és hogyha a csődökbe nem lép be az állam, akkor olyan kontrollálatlan, rendezetlen csőd folyamat indul meg, ami a 29-es válsághoz vezetett volna. Itt ezt sikerült elkerülni, sokkal felkészültebben, sokkal tapasztaltabban, sokkal szofisztikáltabban kezelték ezt a folyamatot, de és itt be is fejezem, amit nagy különbségnek érzek a 3 évvel ezelőtthöz viszonyítva, hogy most sem kis problémákkal állunk szemben, csak sajnálatosan azok a fiskális politikai eszközök, amelyek 3 évvel ezelőtt még elérhetőek voltak, mára kimerültek, és a monetáris eszközöknek is, különösen az Egyesült Államokban elég nagy része már kimerült, és nem, nagyon nehéz még tovább menni. 0%-os kamatnál nehéz tovább csökkenteni a kamatszintet. Ugye a múlt és a jelen mellett most már előkerült a jövő, vagy legalábbis annak egy nem éppen rózsás forgatókönyve. Pogácsa Zoltántól még azt szeretném megkérdezni, természetesen az első kérdésre a kommentjeit is szívesen fogadom, de talán, hogyha már ennyire élesen elhangzott az, hogy mit okozhat ez a... Ugye azt, hogy mit okozott, azt láttuk. Tehát ha eszközár robbanás vagy buborék van, akkor persze benne van a nagy esés is. Ugye részben ez a hihetetlen pénzmennyiség, láttuk, hogy ezt is okozta, de és elhangzott ugye ez a hitelexpanzió, én akkor továbbvinném annyiban, hogy a túlzott adósságállományok. Annyival bővíteném akkor az első kérdést, hogy innen hogyan tovább. Tehát ha találunk pozitív megoldást arra, és ha jól gondolom azt, hogy ez az adósság problematika mindenképpen közös, Japánról nem beszéltünk, de akár ott is, de az Eurozónában, meg az Egyesült Államokban mindenképpen, akkor mi lehet a lebontás iránya, el kell inflálni, ott kell hagyni szegény adósokat, nem kell megadni nekik a pénzt, vagy ne adj Isten, valóban ilyen megszorítási jellegű történetekkel is kezelhető. Tehát továbbra is okok, és akkor további irányok. Én azt javaslom, hogy először a diagnózisoknál maradjunk, és jó, akkor utána egy második körben majd mindenki tud arra is reflektálni, hogy mi lenne az irány előre. Én azt gondolom, hogy egy nagy válság előtt állunk. Tehát őszintén szólva, föl se tudjuk mérni, túl nyugodtan ülünk itt, és nem tudjuk fölmérni, hogy fél éven, egy éven belül egy nagyon-nagyon komoly összeomlás küszöbén vagyunk. 2008-ban történt valami, már azt is drámainak gondoltuk. Szerintem akkor elég jó diagnózisok születtek arról, hogy mi is történik a világ különböző nagy régióival, és utána nem csináltuk meg azt, amit 2008-ban diagnózisként fölállítottunk, hanem egészen más pótcselekvéseket csináltunk azóta, és ezek a pótcselekvések szerintem még rontották a helyzetet 2008-hoz képest. Én is úgy fogok haladni, hogy a másik két hozzászóló, Amerika, Európa, Magyarország.
Amerikában szerintem egyáltalán nincsen rendben a bankrendszer. Én azt gondolom, hogy még nagyobb a baj, mint volt pár évvel ezelőtt. Ugye Amerikában két jelentős probléma volt. Az egyik az, amit Róna Péter szerintem nagyon kitűen elmondott, ebben nem fogok még egyszer belemenni, mert szerintem pont azt kell mondani, amit mondott. Tehát, hogy az történt, hogy az amerikai bankok túl nagyra nőttek. Ugye ez az, amit mindenki ismer a sajtóból, hogy too big to fail. Rendszerkockázatot kezdtek el jelenteni. 2008-ra kiderült, hogy túlságosan nagyokká váltak ahhoz, hogy összeomolhassanak. Tehát amikor bajban voltak, akkor meg kellett őket menteni nagyon sok adófizetői pénzzel, mert túl nagyjá váltak. Na most nem tudom, ki tudja ezt a közönség soraiból, de ma ezek a bankok nagyobbak, mint voltak két évvel ezelőtt. Az történt, hogy a legnagyobb bankok a bajba jutott másik nagybankokat fölvásárolták és összeolvadták, és ma még inkább too big to fail-ek, túl nagyok ahhoz, hogy összeomolhassanak. Ma a nagyobb eszközállományát birtokolják az amerikai gazdaságnak, ez a négy legnagyobb bank, mint előtte, tehát még nagyobb rendszerkockázatot jelentenek. Első pont. Második pont, ugye amit kimondtunk, hogy szabályozni kell a származtatott termékeket, mert hogy túlságosan gyorsan innoválták az utolsó 2-3 évtizedben a származtatott termékeket, és a szabályozó hatóságok nem tudtak versenyt tartani a származtatott termékek bonyolultságával. Ezen a fronton nem történt lényegi áttörés, ma ugyanúgy túlságosan bonyolultak, és a szabályozó hatóságok nem tudják őket. Mi történt ehelyett? Az történt, hogy az Obama kormányzat fiskális expanzióba kezdett, magyarul szólva rengeteg pénzt a költségvetésből kinyomott, hogy stimulálja a gazdaságot. Ez sokkal rosszabb egyébként, mint minden eddigi republikánus kormányzat. Tehát ugye pont az történt, amit Surányi György elmondott, hogy a Reagan kormányzat alatt megnőtt az amerikai államadósága rengeteg költségvetési költéssel. Ezt a Clinton egy kicsit visszafogta, az ifjú Bush alatt megint elment, és az Obama alatt meg még gyorsabban. Tehát minden eddiginél nagyobb bajban van az amerikai költségvetés és az államadósság. Azt csinálta az Obama, hogy ahelyett, hogy rendbe tette volna ezeket a dolgokat, a költségvetésből rengeteg pénz kinyomott. Ehhez még azt társult, hogy közben az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed még monetáris oldalon is ugyanezt a stimulust megcsinálta. Tehát két hullámban több pénzt nyomtatott, mint amennyi előtte volt, ezzel próbálva élénkíteni a gazdaságot. Ezzel még súlyosabb helyzetbe hozta az amerikai gazdaságot, mint volt két évvel ezelőtt. Tehát én azt gondolom, hogy mert sokkal nagyobb a baj két év elteltével Amerikában, akár a pénzügyi rendszert, akár a gazdaság egészét nézzük, mint két évvel ezelőtt. És ez a dolog robbanni fog, nem véletlen, hogy Amerikát leminősítették ezek a borzalmas hitelminősítők. Egész egyszerűen nagy baj van. Az eurozónáról nem akarok túl sokat beszélni, Európáról és az eurozónáról, mert abban úgy látom, hogy egyetértünk, ott nincs jelentős különbség köztünk. Igen, az eurozóna rosszul volt összerakva, pont az van, amit Róna Péter elmondott szerintem is, hogy túl korán jött. Egész egyszerűen nem lehet ugyanazt a kamatlábot megállapítani gyorsan növekvő periférikus országoknak és lassabban növekvő központi országoknak. Nem kezelte az eurozóna azt a problémát, hogy helyben buborékok alakulhatnak ki. Az euró léte Görögországban, Írországban, Spanyolországban nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ott ingatlanpiaci buborékok alakulhassanak ki. Túl könnyű volt túl olcsony hitelhez jutni. Dependens viszonyt hozott létre Németország és a déli periféria között a kereskedelemben. Tehát hosszan lehetne sorolni, hogy ez az egész eurozóna, ez egy rossz konstrukció. Ahogy megmenteni próbálták itt az elmúlt hónapokban, ez pont ahhoz hasonlít, mint amit elmondtam Amerikáról, hogy ez egy áttapétázás volt. Újabb és újabb segítségeket nyújtanak, anélkül, hogy érdemben a struktúrához hozzányúljanak. Ez egy kumulálódó és egyre feszültebb válság, ami robbanni fog. Nagyjából mindenki sejt, hogy robbanni fog. Görögország bedőlési valószínűsége ma 98%. Nem kérdéses, hogy robbanni fog. És akkor az utolsó és a harmadik Magyarország. Itt pedig megint egyetértek Róna Péterrel abban, hogy alapvetően a magyar gazdasággal bizony reálgazdasági problémák vannak. Tehát a magyar gazdaság szerkezetével van baj. Magyarország egy alacsony hozzáadott értékű, alacsony bérekkel versenyző ország, amelyben iszonyatosan alacsony a foglalkoztatás. Ugyanazt a strukturális pozíciót sikerült elérnünk a rendszerváltás után, ami nagyjából Mexikóra vagy Indonéziára jellemző a világ gazdaságban.
Alacsony bérek, alacsony hozzáadott érték, rosszul képzett, előregedő, alacsony foglalkoztatású társadalom. Ehhez társult a 2000-es években az, amit úgy nevezett el a magyar közgazdász társadalom, hogy fiskális alkoholizmus, ami azt jelentette, hogy túl sok pénzt költöttünk el a költségvetésből ahhoz képest, amit megtermeltünk. Azt veszem észre, hogy ezt legalább megtanultuk, tehát a jó hír az, hogy azt legalább megértette a magyar társadalom, hogy nem lehet több pénzt elkölteni, mint amit megtermelünk. Az is jó hír, hogy végre rájöttünk, hogy az államadósságunkat nem engedhetjük el elszabadulni, annak az bizony koldában kell tartani. Ami a rossz hír, hogy ezt nagyon rosszul csináljuk. Tehát még mindig nem értettük meg, hogy ez nem mehet a jövőnk kárára. Bizony az adósságot alacsonyan kell tartani, bizony a költségvetésnek egyensúlyban kell maradnia, de ez nem mehet annak a kárára, hogy közben meg kell változtatni azt a rossz reálgazdasági szerkezetet, ami létrejött a rendszerváltás után. Mit értek ez alatt? Be kell fektetni az oktatásba, és nem pénzt kell kivonni belőle, be kell fektetni a foglalkoztatási rendszerbe, és nem pénzt kell kivonni belőle, be kell fektetni a közlekedési infrastruktúrába, például a MÁV-ba, és nem pénzt kell kivonni belőle. Tehát nem lehet, és közben egyensúlyt kell tartani, teljesen egyetértek, tehát úgy kell egyensúlyt tartani, hogy közben átalakítjuk az alrendszereket. Az alrendszereket én egy nagyon-nagyon provokatív dologgal zárnám, stabilizációnak, megszorításnak soha sehol semmi értelme nincsen. Stabilizáció és megszorítás mindig, mindenhol, minden országban csak újabb stabilizációhoz és megszorításhoz vezet. Ha válság van, ha egyensúlytalanságok vannak, ha a költségvetés nincs egyensúlyba, és magas az államadóság, azt arra kell felhasználni, hogy átalakítsuk és modernizáljuk az alrendszereket meritokratikusan, hatékonysági elvek alapján. Pusztán vágni soha sehol semmi értelme.